Sziasztok! Ma végre megválaszolom nektek az askfm-es kérdéseket. Már nem tudom mióta halogatom, úgyhogy most megcsináljuk, úgyhogy készüljetek fel! Ja, és Sarah kérdését teszem utoljára, mivel annyira nyaggatott, hogy mikor válaszolok már, hogy ezért te leszel az utolsó, úgyhogy ez van. Így járt el. Na hát a legalján fogom kezdeni, tehát a legrégebbi kérdésekkel. Meg volt egy olyan kérdés, amire mondjuk válaszoltam is, de csak ilyen félig meddig, szóval még arra szeretnék majd kitérni, csak nagy elfelejtsem. Mert amúgy erre a válasz kérdés is kaptam, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval egy újabb kérdés kínhoz a témához. Na mindegy, kezdjük is el. Hány centiméter vagy? Hát szerintem egy 165 körül, de nem tudom, mert nem igazán szoktam méreckedni, azt tudom, hogy hány kiló vagyok, mondjuk nem is akarom tudni, de mindegy. Na, fordulj vissza. Na, azért. Honnan jött az Alézia név? Hát, ha ismered az Eluvétit, akkor nekik van egy olyan című számuk, hogy Alézia, Alicia. Nagyon megtetszett ez a szám, aztán ebből csináltam meg a karakteremet, ilyen nevűre. Ups, lássad az egyik debu. Aztán azóta én ezt használom Facebookon is, meg ilyenek. És nagyon szeretem, mert szerintem jó hangzása van, meg szép. És azért van kettő E benne az egy helyett, mert Taurin foglalt volt a sima egy E betűs Alézia név, úgyhogy muszáj volt valahogy megoldanom, így lett belőle kettő E. Na. Mikor először találkoztál a barátoddal, nem izgultál nagyon? Dehogy nem, rohadtul izgultam. Annyira, hogy aludni se nagyon bírtam, mielőtt találkoztunk. És ez egyébként azóta is így van, tehát amikor jön, akkor én mindig nagyon-nagyon izgulok, és mindig attól félek, meg olyanokat álmodok, hogy elkések, és nem tudok elkészülni időben, mert amúgy én mindig olyankor szoktam itt takarítgatni, meg készülődni, mielőtt ő jön, szóval azon a napon, amikor jön. Ezért mindig így délután vagy este felé találkozunk, de én mindig olyanokat álmodok, meg attól félek, hogy nem érek oda időbe, vagy nem készülök össze időbe. Szóval igen, izgultam. Mennyire vagy féltékeny típus? Hát eléggé, bár Miki nem ad rá nekem okot, meg én se neki. Ugye azt megbeszéltük, hogy én jobban szeretek fiúkkal barátkozni, mint lányokkal. Lányokkal nem is nagyon tudok, nem is nagyon szeretek. Ezért azon nem igazán szokott féltékenykedni, hogy hanyalig beszélgetek a netes haverommal. Szóval, hát én eléggé féltékeny vagyok, de így Miki előtt próbálom valamennyire leplezni, bár nem mindig sikerül, néha így kikattanok, hogy úristen, de hát ki az a csaj, akit bejelöltél? Ja, hát az az unokatesom vagy ki. Úgyhogy eléggé viccesen tolom ezt a dolgot, de annyira nem sietnék le, hogy belenézzek az üzeneteibe Facebookon, vagy SMS, vagy ilyesmi. Annyira megbízok benne. Hány éves korodban váltak el a szüleid? Fú, hát nem tudom pontosan, még óvodás voltam, és szerintem elsőbe mentem, vagy valamikor akkor tehát. Igen, ez az a kérdés, amire majd külön válaszolok. Ez meg Sarah kérdése, úgyhogy haladjunk. Van legjobb barátod? Igen, hát van egy darab olyan barátom, akivel találkozni is szoktunk néha. A másik barátom pedig csak netes. Szóval így ez a két barátom van, és őket így igaz barátnak tartom. Viszont Sarah az, aki ilyen nagyon legjobb barát, ő vele már nagyon régóta ismerjük egymást, minden hülyeséget meg szoktunk beszélni, meg bele szoktam elmenni néha iszogatni, meg bulizni régebben, szóval ő ilyen tényleg legjobb barát, sokszor át szokott jönni, és nem olyan sokszor, de előfordul, meg Mikivel is tök jobban van, szóval ennek még duplán örülök, mivel az exem az utálta Balást, illetve hát Sarah-t, mert baromira féltékeny volt rá, mondjuk akkor adtam is rá okot, de mindegy. Következő kérdés. Szeretnél ma gyerekeket? Abszolút nem. Én nem bírom a gyerekeket. Tudom, azt mondják, hogy majd előjön ez az anyai ösztön, meg mit tudom én. De hát én már kiskoromban is úgy voltam, hogy jaj, fúj, egy kisgyerek, meg
mikor jöttek szembe ismerősök, akiknek kisgyerekük volt, akkor anyám mindig ott el volt tájolva tőlük, hogy jaj, de cuki, jaj, de aranyos, én még mindig mondtam, hogy fúj. És akkor anyám mindig lesett, de hát nem szabad ilyet mondani egy kisgyerekre, hát jól van, én meg ilyen vagyok, sajnálom. Szóval nem igazán szeretnék gyerekeket, helyette Mikivel így azon gondolkodtunk, meg azt beszélgettük, hogy milyen jó lenne állatokat tartani, sok-sok kicsi állatot, meg ilyenek. De hát ez majd elválik, lehet, hogy egyszer csak úgy döntök, hogy mégis kell egy gyerek, aztán akkor majd lesz, ami lesz, de nem látok erre túl sok esélyt. Na, szereted a filmeket? Ki a kedvenc színészed, színésznőd? Igen, nagyon szeretem a filmeket. Sok filmet is nézek, főleg horrort, meg hát vígjátékokat is néha, meg néha ilyen szerelmes sztorikat. Hát kedvenc színész meg színésznő az annyira szerintem nincs. Most így elgondolkodok. Hát amilyen nagyon minden lánynak a kedvenc, ez ugye Johnny Depp, szóval őt nem lehet nem szeretni körülbelül. Ilyen más nem nagyon van szerintem. Most gondolkodok, de egyszerűen nem jut eszembe olyan, akire azt mondanám, hogy fúj, ezért a színészért megörülök. Aztán lehet, hogy most elkezdenék nézni valami kedvenc filmemet, és akkor eszembe jutna, hogy ah, igen, ezt a színészt én nagyon bírom, de ennyire nem szoktam így rajongani színészekért. Ki ez a Mário? Hát, Mário az az egy ismerősöm, aki ilyen netes barát. Őt is már ismerem 2 éve, kicsit több, mint 2 éve. És nagyon sokat szoktunk beszélgetni, ha úgy ránk jön. Akkor így hajnalig elbeszélgetünk, és őt is igaz barátnak tartom, szóval ő a másik igaz barátom szerrán kívül. Vele mindent meg szoktunk beszélni. Ő is sokszor fordult hozzám milyen szerelmi problémákkal, meg ilyenek. Én is elsírtam neki az életemet már párszor, úgyhogy jól el vagyunk. Igazából azt sajnálom, hogy ő messze lakik és nem tudunk találkozni, mert szerintem ő ki tudna rángatni a 4 fal közül, akár írni, akár csak így lemenni és dumcsizni vagy valami. Szóval, ja, én nagyon örülnék neki, hogyha nem olyan messze lakna, mert Marcalin lakik. Vagy Marcaliba, nem tudom, hogy mondják. Úgyhogy ő Mário. Őt nem tudom, hogy mondtam, de Bobon ismertem meg egyik hajnalban. Aztán már akkor is tök sokat beszélgettünk, aztán volt egy időszak, amikor összevesztünk, mert én összejöttem Mikivel, aztán ő ezt nem igazán értékelte. Kiderült később, hogy valószínűleg féltékeny volt, de hát igen. Játszol valamivel még a Bobon kívül? Hát ritkán, de szoktam GTA-zni, ugye még a San Andreas, mert azt fut el a gépemen. Aztán szoktunk néha Mikivel multiba Killing Floor-ozni, meg fú, régebben játszottam Left 4 Dead-del, de mindig kifagytam, amikor jött az a nagy horda, tudjátok. Aztán hát szoktam még ilyen kis flash játékokkal játszani, ilyen miniklipes baromságok. Meg. Fú. Nem tudom, ja igen, Warcraft 3-at is elkezdtem, aztán így a Frozen Throne-nál abba hagytam, illetve nem folytattam, de szerintem majd befejezem, mert igazából csak a sztori érdekel, de ahhoz lusta vagyok, hogy végigvigyem a pályákat, szóval annyira uncsi, hogy építkezel, aztán letámadod a másik frakciót, vagy ilyenek, szóval engem tényleg a sztori érdekelne, de olvasni meg nem szeretek, pedig ott van a Warcraft könyv, nem is tudom melyik, én nem értek annyira hozzá, hogy melyik rész, meg mit tudom én. Szóval, ja, szoktam játszani. Ja, tényleg játszottam egyszer a Suffering-el, és hasztam az a címe. Az is rohadt jó volt. Meg amúgy így el szoktam játszogatni a játékokkal, csak az a problémám, hogy az FPS játékoktól így rosszul leszek. Szóval nem az, hogy így zavar vagy valami, hanem így játszok, és akkor így megfájdult tőle a gyomrom, meg hányingerem lesz, meg megfájdul a fejem, szóval nem tudom, ez annyira rohadtul zavaró, de nem tudom miért van ez. Valószínűleg azért, mert általában kevés az FPS-en benne, meg ugye ezek a gyors fordulások, meg hogy ugye így nem is tudom, így imbolyog a kamera, szóval tudjátok, mint hogyha tényleg futnál, és akkor így dölöngél egy picit. Szerintem ez zavar nálam be. Pedig amúgy nem szoktam tengeri beteg lenni annyira.
És hát úgy mondom, hogy amikor elmegyünk ilyen vidám falva, meg ilyesmibe, akkor nem szoktam igazán rosszul lenni, de a busz például nem bírom, szóval ez lehet, hogy összefüggésben van az ilyen játékokkal. Na, következő kérdés. Nem volt senki az osztályodban, aki kiállt volna melletted? Ha ilyen sok szemét volt, miért nem mentél át egy másik suliba? Hát volt egy-kétszer, hogy kiálltak mellettem, de eléggé ritka eset volt. A másik suliban meg az volt, hogy egy suli jöhetett volna szóba, amit tudom, tök közel megyem messzi, nem akartam járni, mert tömegközlekedni sem annyira szeretek. Aztán ebbe a másik suliban, amit van egy utcányira, oda meg az osztálytársaim közül páran jártak ilyen különböző szakkörökre, szóval ha oda mentem volna, akkor ott is így híre lett volna annak, hogy mi volt velem ebbe a suliba, ahol jártam. Szóval szerintem én ezt nem gondoltam, hogy ez megoldás lenne, hogy akkor átmenjek egy másik suliba. Úgyhogy hát ja, pedig anyám is mondta, hogy menjek át másik suliba, de nem, én inkább maradtam. Én ugye attól függetlenül, hogy engem ott csúfoltak, meg bántottak, attól még voltak olyan emberek, akikkel jól el voltam, és tudtam beszélgetni, és nem kellett mindig egyedül lennem azért, de hát ja, miattuk is maradtam inkább, és eltűrtem a sok kínlódást, de hát nem kellett volna. Na hát, ja. Következő kérdés. Mi az, amiből inkább a kézzel készült változatot részesítem előnyben? Részesítem, ezt most elírtad? Szóval, akkor úgy kérdezem, hogy mi az, amiből inkább a kézzel készült változatot részesíted előnyben? Hát én az ajándékokat így mindenképpen szeretem saját magam elkészíteni, meg hát mindent, amit tudok, szóval én nem szeretek annyira ilyen megvásárolt dolgokat ajándékozni, mert az szerintem nem eléggé személyes. Én meg szeretek így szép ajándékokat kitalálni, ami így tényleg azt mondhatja az ember, hogy hát ez tényleg ez nekem szól, ez szívhez szóló, stb. Stb. Értitek? Na, megy még a felvétel? Remélem. Mit szeretnél karira kapni? Fú, gyerekek, ez egy ilyen durva kérdés, hát mivel már nagyon régóta ilyen csóró életmódot élek, ezért annyi minden van, amit így elfogadnék. Hát például rohadtul örülnék egy új számítógépnek, de hát ez egy hatalmas dolog, tehát ezt biztos nem fogok kapni senkitől. Örülnék a fényképezőmhöz, pótelemekhez, mert két darab aksim van, és mindig azt töltegetem, aztán már egy pár perc után mindig villog, hogy le akar merülni, úgyhogy jó lenne plusz elem, meg esetleg nagyobb SD kártya, mert ez a 4 GB, ez annyira kevés, szóval az 30 perc, én meg annál hosszabb videókat is szívesebben csinálnék, de hát ugye folyton másolgatni kell fel, úgyhogy most is lejjebb vettem a felbontást, hogy több ráférjen. Aztán, hú, hát mit szeretnék még? Hát ilyen sminkes cuccok kijöhetnének, mert igazából már egy éve úgy vagyok az ilyen szemhétusokkal, meg szempillaspirálokkal, hogy ugyanazt az egyet higgyítom fel mindig egy kis vízzel, hogy még tudjam használni. Nem alig van benne. Aztán mit szeretnék még? Ja, Mikit szeretném karácsonyra! Ja, az itt nagyon az elsődleges. De hát, de csak kaphatom meg szerintem most, de nem tudom még mi lesz. Aztán mit szeretnék még? Mindent! Én mindent szeretnék. Szeretnék egy pónit. Nem, pónim már van. Mit szeretnék még? Hát most így rábuzultam a tabletra, még annak is tudnék ülni, csak igazából szerintem ez olyan embereknek nem jó, akik folyton itthon ülnek, mert ugye ez ilyen, inkább ilyen mobilitás dolog, szóval, hogy elmész valahova, és akkor ott is tudsz újságot olvasni a neten, meg akár játszani, meg ilyenek. Szóval annyira nem, inkább én csak a játékok miatt használom, mert most így egyszerűbb így az kefem kérdéseket nézegetnem. Meg hát, nem tudom. Ruhákat, a ruháknak is mindig örülök, de egyébként mindig ilyen dezodorokat szoktam kapni, meg sprét, meg
meg bugyikat, meg melltartó, meg ilyesmi, de hát ez annyira olyan nagyon izé dolog. És megy még a felvétel, most rohadtul nem látom. Ó, szuper, megy. Na, ezt közben kikapcsolt. Na, azt hiszem ennyi, ami, hogy mit szeretnék körülre kapni. De mondom, én fel tudnék sorolni egy rakat dolgot, szóval tudom, hogy tehetetlennek tűnök, de hát hagyjuk is. Aztán, kövi kérdés, milyen hajszíneket szeretsz, mit próbálnál még ki kimosható festékkel? Hát a rózsaszín az, ami nekem nagyon bejött, ugye láthatjátok, mennyit rózsaszín vagyok. Ezen kívül még szívesen lennék lila, de az is voltam már. Hát most igazából, hogy tél van, szívesebben kipróbálnék hidegebb színeket, mint például a türkiszkék, vagy esetleg zöld. Azt még így el tudnám magamon képzelni, de nem ilyen nagyon élénk színben, hanem ezt a kis pasztel szín akármit, szóval hogy ilyen halvány. Bár ma festettem a hajamat, szóval most nem pont olyan, amilyet szoktam, de majd kikopik olyanra, amit szeretek. Következő kérdés. Szereted a telet per havat? Igen, nagyon. Én olyan vagyok, hogy minden évszakban megpróbálom megtalálni a szép dolgokat, és így ezáltal nem bosszankodok azon, hogy jaj, már megint itt a nyár, és akkor jaj, már megint meleg van, lesülni rólam a nadrág, meg hogy jaj, itt a tél, és megint hideg van, és most meg fogok fagyni. Nem, én inkább örülök az évszakoknak, és megpróbálom mindegyikben meglátni a szépséget, például a télben a havat imádom nagyon. Meg hát régebben, amikor még ilyen, nem tudom, milyen ablakaink voltak, ugye közben volt egy ilyen ablakcserénk, de régebben ilyen másfajta ablakaink voltak, és azon tök szép jégvirágok voltak, azokat nagyon szerettem. Úgyhogy ez is például egy szép dolog a télben. Meg szeretem azt a kopárságot, ami ilyenkor van. Szóval szerintem még ez is szép, de ez is kell egy beállítottság, vagy az szépnek találta, hogy minden ilyen kihalt és kopár, úgyhogy ez így illik is hozzám. De ugye nyarat is nagyon imádom, csak mindig sajnálom, amikor elmúlik, mert úristen, én a hideget egyre jobban, vagy egyre nehezebben viselem el, mert ugye mióta ilyen csóróbbak vagyunk, azóta nem tudunk rendesen fűteni, ezért én itthon mindig megfagyok. És tavaly telet úgy éltem végig, hogy végig meg voltam fázva. Meg ilyen vastag pulcsi, vastag takaróval körbetekerve, és akkor még egy melegvizes palackot is szorongattam a hasamnál, mert annyira fáztam, meg ugye sokszor föl is fáztam, meg ilyenek, szóval nagyon rossz volt már így a végére. De amúgy az ilyen szép dolgokat szeretem a télbe. Na, fordulj már vissza. Miért fordul mindig át? Na mindegy. Következő kérdés, melyik a kedvenc országod? Hát én nem nagyon voltam még külföldön, Erdélyben voltam egyszer ilyen iskolai túrával, egy hétre, ilyen cserediák akármit tudjátok. És az nagyon szép hely volt, bár így utólag bánom, hogy nem néztem annyira körül, mint amennyire lehetett volna. Inkább kimentünk egy parkba, aztán kosárlabdáztunk meg ilyenek. Olyat, hogy elmentünk volna ilyen túrákra megnézni a gyilkos tavat például. De nekem már az is nagyon tetszett, hogy ilyen hegyes, völgyes, dombos meg minden, csak hát a gyomrom kifordult a végére, mert ugye busszal mentünk, és ez a zögykölődés, meg ez a kanyaros út, az nem igazán tett jót az én érzékeny gyomromnak, úgyhogy Ja, szóval még nem választottam, hogy melyik a kedvenc országom, hát nem tudom. Én azt mondanám, hogy Bora Bora, de szerintem nem is ország, csak egy sziget. Azt nem kértem egy kérdést. Igen. Szia, most néztem meg a válaszolós videót, és köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésemre. Viszont le vagyok maradva pár dologról. Mi ez a fóbia dolog? És hogy sokat egyedül vagy nagyon? Szeretnék segíteni. Hát, köszönöm, hogy szeretnél segíteni, ez jól esik. Ez a fóbia dolog, ez már volt, vagy el volt mesélve az egyik videómban. Ezt szerintem nézd meg, és akkor megy még a felvétel? Megy. Szóval ezt nézd meg, és akkor tisztább leszel dolgaimmal. És hogy sokat
egyedül vagy, nagyon. Kicsit furán érted le. Hát igen, én mindig itthon vagyok egyedül, és el vagyok, próbálom lekötni magam ugye a videózás is nagyjából. Ezért kezdtem el, hogy hát tudjam magam jobban foglalni, meg hát sokat bohozok emiatt is. És hát igen, egyedül vagyok, mert nem nagyon szeretek kimozdulni, meg hát nem is nagyon tudok barátkozni, mert félek az emberektől, úgyhogy nem nagyon vannak olyan barátaim, akikkel el tudnék menni, akár inni, vagy valami, csak ugye szerre, meg ritkán ér rá, meg ilyenek. Na mindegy. Hát szeretnél segíteni, hát az a helyzet, hogy szerintem nem tudsz, de nagyon aranyos vagy, hogy így foglalkozol a dolggal, meg hogy szeretnél segíteni. Ha akarsz, akkor írj rám Facebookon, aztán beszélgethetünk. Bár én néha félek visszaírni. Nem félsz a liftben? Jó sokáig kell benne utaznod, ha a 10-en laksz. Én már megszoktam, szóval mióta az eszemet tudom, azóta lakok 10 emeletesbe. És a 10. emeleten. Jó, ami mindig megy. És nem félek, mert van ilyen diszpécser, amit ha megnyomsz, akkor elvileg jön a segítség. Volt, majd beragadtam, de akkor így végig szoktam nyomogatni a gombokat, és általában 3-asra elindul, nem értem miért. Úgyhogy ettől így nem félek annyira. Inkább attól félek, hogyha valakivel utaznom kell együtt. Szóval egy kis helyen bezárva valakivel, ezért szoktam mindig ezt csinálni, hogy lemegyek a 2. emeletre, és akkor ott szállok ki a liftből, és akkor ott biztos, hogy nem futok bele emberbe, és ugyanez visszafele, hogy fölfele és fölmegyek a 2-ra, és akkor ott nem futok össze senkivel, mert ugye földszintről szoktak indulni a lifttel. Egy 2 emelt lépcsőt és belefér. Egyébként nem tart sokáig az út. Anyám egyszer azt hiszem megszámolt, hogy vagy 1/2 perc, vagy 1 perc, de most rohadtul nem emlékszem rá. Na mindegy. Mi az eredeti hajszíned? Hát ilyen szőkés-barnás valami, már nagyon rég volt eredeti hajszínem, aztán talán egy sötétebb is lett gyárilag, nem tudom. Mert ugye én azt szoktam látni, hogy amikor nő a hajam, akkor eléggé sötét, szóval ahhoz képest régebben sokkal halványabb hajszínem volt, ilyen szőkés-barnás, halványbarna, nem tudom. Mi volt szerinted az eddigi legviccesebb olyan beszólás, aminek tanúja voltál? Hát ezen gondolkodtam, és most így annyira nem beszólás, ami volt, hanem egy ilyen kisebb sztori, szóval Szerrával régebben, így 4 éve kb., vagy kicsit több, nem tudom, így volt, hogy kimentünk éjszakára a városba, és akkor kiültünk a Dunapartra, és odakint voltunk egész éjszaka, csak aztán ilyen hidegebb nyári éjszaka volt, és rohadtul fáztunk végig. Szóval reggel, amikor már mentünk hazafelé, de már halálra voltunk fagyva, már nem voltunk azért annyira felöltözve. És Szerra kísért hazafelé, legalábbis a Zebráig, egy ilyen nagyobb kereszteződésnél. És ott még beszélgettünk, ugye, hogy megvártuk a zöldet, és akkor a 10-valahányadik zöldnél át is mentem végül. Aztán mi már ott hagyoskodtunk, ott is a zebránál, és erre jött egy csapat csajszi, és az egyik csajszi körbe volt tekerve egy takaróval. Mi meg elkezdtük bámulni, meg így nevetgéltünk, meg mit tudom, még irigyeltük, hogy van egy rohadt takaró, mi még ott fagyoskodunk, és akkor a csajszik meg odaszóltak nekünk, hogy hát mi van, ki nevetett már, hippi? Meg ezen annyira szakadtunk, és tök vicces volt, mert ugye ők azt hitték, hogy azért nevetünk, mert hogy kinevetjük, meg ilyenek. Mi meg azért nevettünk, meg azért kuncogtunk, mert volt egy takarója, ami nekünk annyira jó lett volna akkor és ott, mert annyira halálra voltunk fagyva tényleg, hogy nagyon rossz volt. Tényleg így nem éltek ki éjszaka így az utcára, hogy egy egész éjszakára, hogyha nincsen veletek olyan ruha, ami kéne, mert halálra fogtok fagyni, és nagyon rossz. Pedig amúgy tényleg nyár volt szerintem, és nem gondoltuk volna, hogy olyan hideg lesz. Na mindegy, következő kérdés. Nem tudok beszélni. Várjál, iszok, talán az segít. Mi a véleményed a fetisizmusról? Esetleg valami tetszik is?
Hát nekem nincsen bajom az ilyen fétis dolgokkal. Nem próbálnám ki szerintem, de az ilyen kötetések azok szerintem tök jó dolgok, legalábbis az itt tetszik. Most tudom, ez ilyen hülye kérdés, de nem tudom. Fura, kicsikét személyes, nem tudom. Haladjunk. Mivel kerülhet hozzád, közel hozzád egy fiú? Hát mivel van barátom, ezért olyan jellegűen közel, semmivel tulajdonképpen. De hát ha barátkozni szeretnél, akkor nem tudom. Esetleg rámész és beszélgetünk, és ha szimpatikus vagy, akkor közel kerülhetsz hozzám, mint barát. Ennyi. Nem tudom, ez is olyan fura kérdés. Következő kérdés. Lelkileg jobban érzed magad, hogy egy pár dolgot kibeszéltél magadból? Vagy mióta elkezdtél videózni, volt-e valami nagyon pozitív dolog, amit te is meglepődtél? Hát igazából a kibeszélés, az nem is tudom, én inkább annak örülök, hogy találtam olyan embereket, akik szintén küzdenek ilyen problémával, és ez nem azért mondom, hogy örülök, hogy nektek is ilyen bajotok van, hanem csak úgy megoszthatjuk egymással az ilyen dolgainkat, hogy jaj, hát például én sem tudok elmenni, meg én sem tudok emberek közt lenni túl sokáig, meg én sem érzem úgy jól magam, meg ilyenek. És jó, valahogy jó érzés, hogy tudom, hogy nem csak én vagyok ezzel így, és nem tudom. Nem akarom azt, hogy azt higgyétek, hogy én most ilyen kárörvendő vagyok, hogy örülök annak, hogy másnak is van ilyen problémája, nem, abszolút nem erről van szó, csak hogy is sorstársakat találtam, és ez valamilyen szinten jó, és nem tudom, ha már egy piciben is tudunk egymásnak segíteni azzal, hogy megosztjuk az ilyen dolgainkat, az jó. Vagy legalább, hogy olyan emberrel beszélhetsz, aki megérti a dolgaidat, szóval én most egy idegennel, vagy anyámmal ezt így nem tudom megértetni, mert ő nem érti meg, ő nem tudja ezt elfogadni, ő egyszerűen csak jobbat akar nekem, de nem hiszi el, hogy én attól, hogy azt szajkózza nekem, hogy mennyi lehet dolgozni, meg csináld meg ezt, meg csináld meg azt, aztán, hogy attól majd jobb lesz nekem, hogy én ezt megcsinálom, de hát nem, nem megy, mert nem megy, mert ilyen ez a betegség, és én is sajnálom, mert én is szívesen mennék mindenfele, de hát ha nehezemre esik, akkor nehezemre esik, nyilván erőltetni meg nem akarom, mert az még rosszabb. Volt-e valami nagyon pozitív dolog, amint te is meglepődtél? Hát igen, ugye amikor feltettem az éneklős videómat, akkor ugye eleinte még nem volt olyan sok nézettsége, de aztán most már elég sokan megnézték. Ugye ez elég pozitív dolog, és örülök is neki. A másik meg a kommentek. Még azokon a kommenteken kívül is írtak rám, hogy jaj, hát nagyon jó volt, tényleg tök jól énekelsz, meg minden, és foglalkoznak kéne vele, meg ilyenek. És ezek így nagyon-nagyon jól estek, és én tökre másra számítottam. Szóval én visszahallgatva sokkal rosszabbnak hallom a hangomat. Ezért olyanra számítottam, hogy majd le fognak szólni, hogy kussoljál, meg ne énekelj, meg inkább írd le a dolgokat, és ne énekeld. Szóval ez nekem így tök pozitív volt, hogy így tetszett nektek ez az éneklős dolog. Úgyhogy ez így nagyon jól esett tényleg, szóval nem is tudom, köszönöm. És lehet, hogy lesz még éneklés, de még nem biztos. Milyen fajta vidiket tervezel még a csatornádra? Egyébként Meidóvét egy csomó kérdés, hogy tök jó. Ez is az ő kérdése, és innentől kezdve szerintem csak az ő kérdése lesz a végéig, majdnem. Szóval, milyen fajta vidiket tervezel még a csatornádra? Hát, hogy szeretnék vlogolni, szeretnék még aszkefemes kérdésekre válaszolni, ha még lesz egyáltalán. Most ez a 40-valahány kérdés is egy kicsikét lassabban jött össze, mert a vége felé egy kicsit stagnált a dolog. De igen, akkor vlog, aszkefem, és így mindenféle tutoriál, meg talán valami gameplay. Azon is gondolkodtam, hogy tabletes gameplay, mert hát most azt is meg tudom mutatni valamennyire, kamerával felvéve, szóval így ez így jó lenne. Meg esetleg még sminkek, de ebben sem vagyok 100%-ig biztos.
mert amúgy én nem szoktam annyira így tervezgetni, hogy most mi lesz, vagy mi nem lesz, hanem így elég ilyen spontán dolgok, szóval még itt volt Miki, addig is eszembe jutott egy-két videó ötlet, amit így vele tudnék megcsinálni a legjobban. Úgyhogy ja, inkább én spontán vagyok, de azért vannak terveim. És aztán elmondtam, amit akartam. Hol élnél legszívesebben, ha tehetnéd? Hát valami jó kis tenger melletti helyen, ami ilyen szigetszerű, vagy ilyesmi. Ugye én ezt a Bora Borát így már nagyon sokszor nézegettem képeken, és rohadt szép hely. Ott szívesen laknék. Viszont olyan, mintha két énem lenne, és ez a kettő én mindig mást akar. Az egyik Bora Borán szeretne lakni, és szeretne egész nap a tengerbe fürdeni. A másik énem meg inkább egy hideg helyen lakna, és hógolyózna, meg fotózna a kopár erdőt, meg a havat, meg minden ilyesmi. Szóval ilyen állandó ellentmondásba kerülök, szóval nem tudom, fura. Mert amúgy a zenei stílusom is ilyen, hogy egyszer ilyet hallgatok, egyszer olyat, meg a külsőm is, szóval hogy így full fekete, meg minden, ilyen gótikus cuccok, közben a hajam meg rózsaszín, és erről nem tudok lemondani, mert az egyik énemet képviseli, a másik pedig a másik énemet, szóval nem tudom, lehet, hogy skizofrén leszek. Hú, kezdek kiszáradni, meg oxigén hiányos állapot, meg ilyenek. Nem vagyok hozzászokva, hogy ilyen sokat beszéljek egyszerre. Ha megnyernéd az ötös lottót, kb. 55 milliárd forint összegbe, te mire költenéd? Hát, először is összeköltöznék a párommal, és csinálnék, vagy építenék egy nagyon szép lakást. Nem kell, hogy ne legyen, csak feleljen meg az én elvárásaimnak. Ilyen szép gótikus lakás lenne szerintem. Vagy pedig egy ilyen gyűrűkúrás kis kuckó, amiben a, hogy is hívják, lakott, nem tudom már mi volt a neve. Vagy egy ilyen erdőbe valami. Szóval az még itt tetszene. Hát persze befektetnék mindenféle kütyüre, ugye olyan gamer számítógép kéne, amin bármit tudok játszani, meg hangfalak, meg mit tudom én. Meg amivel tudnék úgy, olyan kamera, amivel tudnék jól videózni, szóval hogy ne egy ilyen kis fényképezőgéppel kelljen kínlódnom, ami ugye nem arra van kitalálva elsősorban, hogy videózzak, hanem arra, hogy fényképezzek, szóval a videók nem annyira jók vele. Hát még szerintem rohadt sok mindenre tudnám költeni azt a pénzt, például ruhákra, mert ugye én nagyon szeretem a ruhákat, kinek szeretné a lányok közül, de ugye ilyen gótikus cuccokat nem feltétlenül könnyű beszerezni, úgyhogy szerintem a legdrágább cuccokat megrendelném az internetről, amik ilyen szép cuccok. Meg nem tudom, meg nincs sok mindenre tudnám költeni. Nem hiszem, hogy túl sokat tartalékolnék későbbre, bár így belegondolva, ennyi pénzben szerintem életem végig eljeldegélnék úgy, hogy nem költök mindenféle hülyeségre. Tehát egyszer befektetnék ilyen kütyükre, meg mindenre, lakásra, valami olcsóbb lakásra, és akkor ellennék vele nagyon sokáig. Na, mi a célod a videózással? Meddig szeretnéd csinálni? Hát nem akarok hazudni, meg álszenteskedni, de örülnék, ha eljutnék olyan szintre, hogy pénzt is tudjak keresni a videózással, és nem, abszolút nem azért csinálom, hogy legyen belőle pénz, hanem azért, mert én ezt szeretem, és ez leköt, ez foglalkoztat, mert minthogy van mit csinálnom. És na szóval ettől függetlenül még jó lenne, ha jönne esetleg be belőle pénz, mert akkor megoldódna egy csomó problémám, mint például, hogy anyámmal való veszekedések amiatt, hogy miért nincs munkád, miért nem csinálsz semmit, és hát, hogy tök jó lenne, de igazából amilyen kevés feliratkozón van, én ilyenben nem reménykedek, tehát én mindent megteszek azért, hogy jó videóim legyenek, viszont én nem akarom ráerőltetni az emberre a videókat, szóval
nem linkelgetem be embereknek, meg nem tudom, hörbicsonyaggatom azzal, hogy reklámozzon, meg más nagyobb videósokat se, szóval én nem akarom így ráerőltetni magam az emberekre. Én azt szeretném, hogy akkor szeressenek, hogyha tényleg maguktól szeretnek meg, és nem azért, mert rájuk van erőltetve az én dolgom. Meddig szeretnék csinálni? Hát ameddig tudom úgy csinálni, hogy legyen erőltetett. Tehát azt nem szeretném, hogy csak azért csinálom, mert hogy legyen videó, vagy hogy ilyesmi. Hát nem tudom, igazából ameddig is szórakoztat, szóval ha már tényleg így nyüglődés, hogy jaj, most fel kell kelni, jaj, most videót kell csinálni, akkor már nem, akkor már inkább más csinálok. Lesz majd más színű és a hajad rózsaszínen kívül? Hát ugye mondtam az előző, valamelyik előző kérdésben, hogy jó lenne kipróbálni a türkiszt, de annyira nem ragaszkodom hozzá, szóval most így meg vagyok a rózsaszínnel, nekem tetszik, aztán így el vagyok vele, szerintem jó is, meg jól áll, meg illik hozzá. Milyen videósokat nézel és mit szeretsz bennük? Hát ugye Hörbit kezdtem el nézni leghamarabb. Mondjuk előtte nézegettem már ilyen angol emberkéket, de ugye az annyira nem áll hozzá közel, meg hát ugye nem tudunk annyira azonosulni az ő dolgaikkal, mert teljesen más körülmények között élnek. Meg angolokból, meg amerikaiakból is inkább ilyen csináld magad videósokat néztem, meg sminkeseket, szóval Michel Pán, meg Miss Chevius, vagy ki az, meg Claire Delis Art, mármint az Art, az a, értitek, az nem a neve. Igen. Magyar videósok közül, ugye Herbie, aztán most elkezdtem nézni egy picit Rise Up videóit is, még szeretnék több videót is nézni tőle, csak hát én nem mindig jön össze. Aztán ugye Pinkit is nagyon bírom, ugye téged is Meidó, nézegetem egyre többet a videóidat, mert sorstárs, és akkor az úgy tudok azonosulni a dolgaiddal. Ugye Herbit is emiatt kezdtem el még jobban megkedvelni, meg kit nézek még. Hát Szefinek egy-két videóját láttam, de olyan kis naív, szóval amit abban, mi is volt az, ilyen legendákat, meg ilyen hülye sztorikat mondtak el, ilyen Simpson családos hülyeség, meg ilyenek, hát nem tudom, kicsit fura a csávó, de amúgy nincs bajom vele. Hát régebben még néztem a, mi a neve annak, az Arc nélküli Manust, de az kicsit más kategória. Mostanában annyira őt sem nézem. Aztán még néha megnézem Xulufi videóit is. Így mondják egyáltalán? Nem tudom. Szóval ő is aranyos, őszinte kis csaj. Ugyanez Herbie, hogy aranyos, őszinte kis csaj. Nem kis csaj. Pinkit azért kedveltem meg, mert hogy ő is így felvallott ezt a videózást lány létére, és utána kezdtem én is nem sokkal videózni, vagyis hát pár hónappal később, mert előtte annyira nem láttam ilyen magyar videós csajokat, úgyhogy ő bátorított ebben tulajdonképpen. Nem tudom, azt hiszem ennyi. Lehet, hogy kihagytam valamit, majd egyszer valamikor pótlom. Ó! Na, hát ez kialudt. Vagy az áram ment el? Így most jó? Remélem, hogy így jó. Na. Az anyukáddal milyen a kapcsolatod? Bőven fejtsd ki, ha lehet, érdekel nagyon. Hát mi nagyon szar kapcsolatban vagyunk egymással, tulajdonképpen a kapcsolatunk annyiból áll, hogy hazajön, és akkor köszönünk egymásnak puszi-puszi, és akkor ennyi.
Még este, amikor megy aludni, akkor beköszön, aztán körülbelül ennyi, néha átjön valamiről beszélni, de az ilyen, mit tudom én, elmesél, hogy a macska milyen hülyeségeket csinál, meg néha mesél, de általában ő mesél, tehát én nem nagyon szoktam vele beszélgetést indítani. A kapcsolatunk szerintem akkor romlott meg ennyire durván, amikor én a pszichiátriára kerültem, és nem akart ő kivinni onnan engem. Én már minden nap azért sírtam neki, hogy vigyen ki. Aztán emiatt én már nem tudok úgy tekinteni rá, mint régen, szóval nem is tudom igazán szeretni. Meg hát emiatt a fóbiás dolog miatt mi sokat veszekedünk, szóval ő mindig azt hajtogatja, hogy menj dolgozni, menj ide, menj oda, menj el vásárolni, de egyszerűen nem fogja fel, hogy ez nem úgy megy, hogy én csak úgy kiteszem a lábam a lakásból, mert nem megy, egyszerűen nem. Nem, nem, és nem fogja föl. És csak erőltetés, 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 emiatt ugye a kapcsolatunk is csak romlik. Meg hát sokszor azt vettem észre, hogy próbálna ellehetetleníteni, ami annyit akar, hogy azzal fenyeget, hogy a netet kikötteti. És ez nekem akkora lelki terrort okoz, hogy ez valami hihetetlen, mert ugye nem nagy dolog, hogy net meg minden, de azért, ha belegondolunk, mégiscsak, mert én a párommal csak a neten tudok, neten beszélgetek. És mi úgy beszélgetünk, hogy napi szinten, tehát amikor ő hazajön a sudiból vagy a munkából, akkor mindig az az első, hogy beszélgetünk, ameddig le nem fekszünk. És amikor nem dolgozik, meg nem csinál semmi mást, akkor is annyi, hogy reggel fel kell, én is felkelek valamikor, és akkor egész nap beszélgetünk megállás nélkül többnyire. Linkelgetünk egymásnak dolgokat, meg ilyenek. Szóval, ha ez így megszűnne, akkor szerintem két napon belül begolyóznék. Úgyhogy ezzel így tud engem lelkileg terrorizálni, illetve még azzal is szokott, hogy elviszi a macskát menhelyre, mert például elfelejtettem megetetni, vagy ilyenek. Úgyhogy eléggé tolja ezt a lelki terror témát nekem, ami nagyon nem esik jól. Persze lehet, hogy csak jót akar, de hát szerintem nem így kéne. Mert hát látható, hogy nem hatásos, szóval most attól, hogy ő itt terrorizál, attól én még nem fogok elmenni dolgozni, meg nem fogok elmenni csak úgy vásárolni, hanem igenis így hónapokig győzködöm magam, hogy jaj, el kéne menni ezt meg azt megoldani, meg ilyenek. Inkább hát nekik, hogy mondjuk el kell menni vásárolni valamit. Persze egyébként, ha velük kell mennem vásárolni, ez más, mert nekem az egyedüli dolgokkal van problémám legfőképpen, szóval, hogy egyedül kell mennem valahova, egyedül kell intézkednem valamiben, szóval ezeket nem tudom így elviselni. Hú, szerintem elég bőven kifejtettem, mert hogy elfejtettem valamit, de remélem megfelel. Milyen házállatot tartanál még az eddigieken kívül? Hú, én nagyon szeretem az állatokat, szerintem örökbe tudnám fogadni az egész állatmenhelyt, vagy ilyesmi. De panában nem igazán szeretnék több állatot. Amit még így el tudnék viselni, és tudnám is kezelni, meg foglalkozni vele, az például egy kis hörcsög, meg esetleg egy madár, de madárral az volt a bajom, hogy nagyon hangos, és nem tudtam tőle aludni. És amúgy is szarul alszok, és akkor még egy papagáj csipog éjszaka is, az úgy eléggé durva, úgyhogy inkább nem. Pedig volt két papagájom régebben. Aztán apámnál kötöttek ki, aztán ott el is pusztultak szegénykék, illetve az egyik, a másik itt halt meg. Meg régebben kis törpehölcsögeim voltak azok, ekkorkák, és nagyon cukik, kis szőrgombócok. Aztán mi volt még? Hát a mostani macskám előtt is egy macskám volt, aztán inkább egy macskás vagyok, szóval macskákat szeretek tartani, de csak egyet. Szóval így is nagy felfordulást tud csinálni egy darab macskát, akkor még több macska. Durva lenne. Hát egyébként ilyen nem is tudom, egzotikus állatokat is szívesen tartanék, szóval kis kornamoszit ölelgetnék ilyen nappal. De nem, amúgy tudom, hogy ilyeneket nem lehet itt tartani, de én szívesen tartanék, mert annyira cukik, és imádom az állatokat.
Nem is tudom, mi volt az az állat, amire egy múltkor azt mondtam, hogy nagyon kéne. Talán ez a kis nagyszemű maki, vagy nem tudom mi az, aminek akkora szeme van, mint a feje. De tényleg az ilyeneket nagyon bírom. Ja, kb. Ennyi. Nem csinálsz majd túrázós videókat? Nem most, hanem tavasszal vagy nyáron. Hát én például most szívesebben csinálnék, ha mondjuk leesik egy ilyen 20 centi hó, vagy ennyi kb., vagy kicsit több, vagy kicsit kevesebb, nem tudom, akkor én szívesebben mennék, csak hát a legközelebbi erdő is rohadt messze van, és át kell hozzám menni az egész városon, a belvároson. Aztán ugye elvileg a Pannonhalmi Tájvédelmi Egység sincs annyira messze, viszont ahhoz is rohadt sokat kell menni, és ilyen szerpentines út, vagyis hát ilyen kanyargós út fölfele a dombokon, aztán meg lefele, és ez télen ilyen havas időben biciklivel annyira nem nyerő, szóval más közlekedési eszköz meg nem igazán jött szóba, úgyhogy nem tudom, szeretnék majd valamit, de ez még ilyen kérdéses. Hát nyáron meg nem tudom. Mint elmondtam abba valamelyik kérdésnél, hogy én minden évszakban szeretek valamit, és ebből adódóan minden évszakban eltervezem, hogy jaj, most akkor majd én menni fogok túrázgatni, meg menni fogok erdőbe, meg ilyen helyekre. Aztán persze semmi nem lesz belőle, de idén nyáron egyszer elmentünk Mikivel Gyűrűi Baráthegyre, egy ilyen kilátós helyre, egy domb tetejére, ami egy ilyen tisztás volt. És hát, ja. És onnan lehetett látni egész Győrt, na az például szép hely volt. És az jó volt, jó is volt elmenni oda, csak kicsit fárasztó, meg nehézkes. De egyébként szívesen mennék itt túrázni, meg videózni. Majd meglátjuk, még lehet róla szó. Na, következő kérdés. Bocsánat, sok kérdésért, de hát kíváncsi lesz, nem összetem, nem baj. Remélem nem gond, legalább hosszú idő lesz. Ja, hogy ez nem kérdés. Jó, oké. Sok netes barátod van? Honnan ismered őket? Vogue-ból? Egy netes barátom van, és ő Mário. És hát igen, Vogue-ból ismerem. És több nem is nagyon van. Hát akikkel így szoktam néha beszélgetni, az így elég ritka, hogy valakivel így beszélgessek. Mert ugye én nem merek ráírni az emberekre. Emiatt ugye is fordulnak tőlem általában, még azt hiszik, hogy bunkó vagyok, pedig nem, csak elfelejtek, vagy nem merek rájuk írni. Vagy esetleg válaszolni. Úgyhogy ennyi kb. Ez az egy emberke, aki netes barátnak mondható. Lesz majd WoW gameplay egy dungeonben, vagy ilyesmi? Nem tudom. Tegnap is tettem fel egy ilyen videót, de a gyenge gépem miatt ez annyira nem egyszerű, tehát olyat annyira nem szeretnék feltenni, ahol két FPS-en van, és annyira leaggolok, mert abban szerintem nektek sincsen túl sok élmény. Úgyhogy hát csak ilyen egyszerűbbeket, amiket tegnap is feltettem, hogy végigrohanok egyedül valamilyen isten, és akkor nincsen akkora lag, meg nincsenek más playerek, akik belerondíthatnak a dolgaimba. Úgyhogy ennyi szerintem. Na de itt vagyok újra, csak közben betelt a kamerán a hely, úgyhogy nem lett az utolsó kérdés. Szóval a kérdés az, hogy hello, egy olyan kérdésem lenne, hogy valamelyik vovós karitról tutoriát nem szeretnél csinálni? Tudom, hogy van már egy rakat fönt a YouTube-on, de magyarul nincs olyan sok. Hát van egy tutoriálom a Frost Death Knight tankolásról, de az már régi is, meg nem is annyira tökéletes, de azért az lett a legjobb szerintem, amit hogy ez jó lett. De annyira nem szeretnék, mert lehet, hogy jól tudok játszani, meg jól csinálom a dolgaimat a játékon belül, de az ilyen tutoriál dolgokat, vagyis hát guide-okat szerintem olyan nem tudnám jól elmondani, mert nem tudom. Én inkább csak játszok, és nem örülök bele annyira, hogy ja, ez a talent éri meg jobban, vagy ez a talent éri meg jobban, vagy ez a ruha egyen jobb statot ad, és akkor azt le kéne cserélnem, meg ilyenek. Szóval nem hiszem, hogy jól tudnék ilyen guide-ot csinálni, mert
nem tudom. Inkább maradok a játéknál, de ha valami ilyesmit szeretnél, olyan karakteres guide-ot szeretnél, amivel én játszok, akkor megbeszélhetjük azt, hogy tudok segíteni valamennyit, esetleg üzenetben. De múltkor valaki rám jött, hogy tudnék-e segíteni, hogy milyen talenten fejlődjön varlokkal, de hát soha nem játszottam varlokkal, nem tudok benne segíteni. Azt tudom, hogy eszik-e vagy isszák a varlokot körülbelül. Úgyhogy mindenképpen olyan karaktert tudnék csak elmagyarázni, mivel én is játszok. Szóval olyan, amivel nem, az így szóba se jöhet, mert nem tudom, hogy hogyan kell ilyenek. Nyilván nem, azért nem is játszok vele, mert nem tudom, hogy hogyan kell, és nekem magas például egy feral druida, vagy egy varlok, vagy egy pap, szóval értitek. Miről szoktál anyukáddal beszélni? Hát tudnyire semmiről, általában a macskáról inkább. Meg ő mindig jön be este, nézi a éjjel-nappal Budapestet, és mindig jön be, hogy jaj, ez a Lali milyen hülye, és akkor mindig mondja. Tehát ez nem tudok mit hozzászólni, a Lali tényleg hülye, hát ennyi, most mit csinálja. Meg nem tudom, annyira nem szoktunk beszélgetni, szóval ritka az ilyen komolyabb beszélgetés, akkor is inkább ő ordítja le a hajamat a helyéről, meg ilyenek, szóval ez így ennyi. Következő kérdés. Tudnál esetleg majd, ha van kedved, néhány költség kímélő karácsonyi dekoráció készítés mutatni? Igen, Eszterbe is van véve. Egy pár ilyen tényleg egyszerű dologról lesz majd videó, szóval nem ilyen nagyon bonyolultak, hanem olyat, amit már lehet, ti is ismeritek. Például szeretném nektek bemutatni azt a papírcsillag készítés, vagy hópehely, nem tudom. Ami nagyon egyszerű, úgyhogy lehet, hogy ismeritek már. Tehát nekem például azt az általánosba tanították meg. Na akkor a kimaradt kérdés. Erre félig mindig válaszoltam, és erre kaptam egy reakciókérdést, úgyhogy ezt most felolvasom. Miért nem itt taskon válaszolod meg a kérdéseket? Nem tartod gáznak, hogy egy játékban éled az életedet? Na hát erre azt válaszoltam, hogy nézd meg a fóbiás videómat, azt linkeltem is a kérdéshez. Igen, miért nem itt taskon válaszolod meg a kérdéseket? Hát azért, mert elsősorban YouTube-os vagyok, és az kefemet csak egy segítségként használom a videózáshoz, meg én kevésnek tartom azt a 2 percet, amit adnak a válaszok megválaszolásához. Írásban még annyira nem szeretnék válaszolni, hiszen videós vagyok, és ez úgy, értitek, furán jön ki. Meg nem is annyira akarok gépelni, most végre így felszabadulhatok a videózás által, úgyhogy inkább dumálok. És akkor második fel a kérdésnek, nem tartod gáznak, hogy egy játékban ér az életedet? Hát nem, mivel ugye a fóbia miatt nem igazán tudok kimozdulni, nem igazán vannak igazi barátaim, ezért én szeretek a játékban lenni, el tudok ott lenni, meg kikapcsol, meg nem kell azzal foglalkoznom, hogy magányos vagyok, vagy nem tudok mit kezdeni magammal. Jól érzem magam, ott el is fogadnak a klánba nagyjából. El vagyunk, tudok beszélgetni is velük. Szoktunk viccelődni, meg ilyenek néha. Úgyhogy csak ezért nem tartom gáznak, de amúgy se tartanám szerintem, mert ez egy hobbi. Ugyanolyan hobbi, mint bármi más hobbi. És azokat az embereket sem nézők le, akik egyfolytában a konditeremben vannak például, mert ez a hobbjuk, hogy testet építenek, meg azokat az embereket sem nézők le, akik minden nap festenek, mert ez is a hobbiuk, szóval szerintem ez ugyanúgy egy hobbi, mint bármi ilyesmi más, úgyhogy ezt nem tartom én ennyire gáznak. Persze, annyira nem vagyok no life-el kocka, mint amire a South Park-ban be vannak állítva a bózás közben a srácok, úgyhogy azért olyan szinten nem süllyednék, meg másnak se kéne. Na most megtalálom-e azt a kérdést, amire válaszolt? Na igen, itt van. Sajnálom, ezt nem tudtam. Kicsit
körül kellett volna néznem, remélem nem bántottalak meg. Hogy mész el így helyekre? A képeden például egy plázában vagy, a párodat milyen gyakran látod? Na hát, nem bántottál meg, én örülök, hogy ilyen normálisan reagáltál erre, amit én írtam. Kicsit rosszabbra számítottam. Hogy mész így el helyekre? Hát nem igazán megyek el helyekre. Általában anyámmal meg a párommal tudok kimozdulni rendesen. Ugye velük nincsen olyan problémám, hogy ilyen ki kell mozdulnom. De akkor is így hárítom az ilyen dolgokat, hogy például nekem kelljen valamit a boltba kérnem vagy fizetnem. Ugye ha anyám ad pénzt nekünk a párommal, hogy menjünk el vásárolni, akkor is mindig az ő kezében nyomom át a pénzt, és akkor ő fizet a pultnál, meg ilyenek. Aztán igen, ennyi. Ilyen étteremben például nem nagyon járunk néha neki, szóval az ilyen ilyesmiket is szerettem elkerülni. Aztán a képeden például egy plázában vagy. Hát ez az Eto stadion, illetve Eto Park Győrben, és ott van az okmányiroda, és anyám hónapig nyaggatott azzal, hogy menjek el személyi igazolványt csináltatni, mert már lejárt az előző, és nem akart, hogy megbüntessenek, úgyhogy muszáj volt elmennem. Oda a párom kísért el, mert amúgy biztos nem mentem volna. Aztán nagy nehezen elmentünk pár hónapnyi könyörgés után, mert úgy volt, hogy el tudunk menni Balatonra nyaralni, és akkor ugye muszáj lett volna olyan személyim, hogy tudjunk venni jegyet, meg hogy ne büntessenek, meg útközben, meg ilyenek. Úgyhogy azért pózoltam a plázába, ami nem pláza, hanem Eto Park, mert ott volt éppen dolgunk, de úgy nem mentem volna oda magamtól, azt tuti. Mondjuk az is furcsa, hogy egy ilyen Eto Parkban van egy ilyen okmányiroda. Mert ez tényleg olyan, mint egy pláza, csak hát full üres, alig vannak ott emberek, meg a bolt helyiségek is üresen vannak nagyjából. Embereket alig lehet látni, szóval fura. Még mondjuk eléggé kiesik a városból az ilyen, hogy is mondjam, forgalmasabb helyekről, már eléggé így kint van. Igen, a párodat milyen gyakran látod? Hát most így, hogy iskola van neki, úgy eléggé keveset, vagy hát kevesebbet, de most például itt volt két hétvégén egymás után. De egyébként így havonta nagyjából, amikor ő sulizik, és akkor arra a két-három napra, amíg hétvége van, vagy esetleg hosszú hétvégén több, vagy szünetben egy kicsit több. Ugye nyáron meg elég sokat tudunk együtt lenni szerencsére, legalábbis úgy tudjuk alakítani a dolgainkat. Szóval, ja, nagyjából ennyi. Aztán minden kérdés megvolt, de most össze-vissza tekergetem, hogy mi maradhatott esetleg ki, meg mit mondanék még el, de szerintem úgyis kegyetlenül hosszú lesz a videó. És jól megindult a beszélőként mi. Ja, és igen. Szára kérdése, amit majdnem elfelejtettem, de amennyit nyaggatott, tuti, hogy nem hagyhatom ki. Sállalá, hozom. Szia, azt szeretném kérdezni tőled, hogy caps lock on. Mi a francért nem tudsz végre békén hagyni a kurva kacsákkal? Közcsá! Hát kedves Szára, azért nem tudlak békén hagyni a kacsákkal, mert a kacsák imádnak téged. A kacsák imádnak téged. Háp-háp, soha nem foglak békén hagyni a kacsákkal. Ezt jegyezd meg jól. Háp. Sziasztok!